Jó reggelt, jó reggelt! Mondhatnám, hogy erre keltünk, és milyen idillikus, de hazudnék. Nagyon rossz éjszakánk volt, picit dölt az autó, fújt a szél. Tehát ki nem járkáltunk, meg nagyon, én nagyon keveset aludtam, forgolódtam egész éjszaka. Nem tudom miért, de szerintem egy kicsit meg is fáztam. Úgyhogy a reggel se mindig tökéletes. De legalább attól függetlenül ez, még mindig csinál nekem kávét, de kiült magának. Én velem együtt. Ideg van. Fúj a szél. Ideg van, csak nincs kellemesen meleg. Ott egy másik kemping, ahol simán be lehet sétálni. És ez homokos partja van ennek a tengerpartnak. Majd arrébb megyek, és akkor megmutatom. Ott meg egy tipikus kemperes. Skócia talán nem a világ legnaposabb úti céljai közé tartozik, de van valami megnyugtató ezen a homokos tengerparton. Ott osztják a sapkát. Itt néztük tegnap a bejáratot. Nem izgulsz? Voltak reggel kismadrak, de szólt ki az emberek egy kenyeret, és most elmentek. Gondolom, hogy feljártak magukat, aztán elmentek. Tudták, hogy reggel a téde kell jönni, és akkor van. Meghajáltak, azt most elrepültek. De ott ült föl annak a táblának a tetején, tök aranyos volt. Ja, és nem esik a vízesés. Ja, vízesés, igen. Valahogy valami módon valaki elzárt a vízesést, mert tegnap este láttuk, nagyon szép ízes, és volt, csináltam is egy picike videót róla, már nyilván látszik a sötétségtől. De most nem esik. Egyszerűen valahogy vagy elfogyott a víz, most kötve hiszem a hegyből. A vízesésig bemeltek. Előbb elvittek 8 embert, de ők nem jöttek vissza. Tehát valószínűleg a kis csónakkal elviszik őket valameddig, ott kiszállnak, és akkor ott, amit újra vezető, elviszi őket egy gyalog, vagy csónakkal visszajönnek életük. Igen, értek, hogy ez nem csónakos. Nem csónakos, igen. Csak gondolom, beviszik őket egy szárazabb részig csónakkal, utána most a következő, aki előttünk meg a csoport, veszik ebbe a csónakkal visszajön, addig meg a becsétik áll. Zoli, milyen hosszú, akkor nem tudjuk, hogy milyen hosszú. Nem tudom. És akkor nincs vízesés ott. Ott hiányzik egy vízesés. Elindultak a törpék a bányába.
És mint látjátok, ugye most mentek el Zolék, most mondják neki az infókat, hogy mi hogy történt, hogy alakultak ki a kürtők. És ott láthatjátok az előző csoportot, ami elment pont Zoli óra elő. De 10 percenként indulnak most a csoportok, most reggel, nem reggel, délelőtt 10:30 van. Én meg, akkor addig kimegyek. Egy nagyon különös élmény történt velem, amíg fönt pakoláztam a lakóautóban, amíg Zolira vártam. Egy vörösbegy, itteni nevén egy Robin madár szállt be az autóba. Hogy jön, Zoli? Elindultunk, útnak indultunk, folytatjuk az utunkat, a Skót felföldön. Zolinak nem nagyon tetszett ez a barlangtúra, majd mesél róla, de nagyon nincs mit, nem volt valami látványos. És most megálltunk egy hídnál, mert nagyon szép folyón ível át. Én tényleg azt hittem, hogy a Skót felföld azok csak hegyek, amiket meg kell mászni. De hát ahol hegyek vannak, ott vannak hegyi patakok, folyók. Nagyon sok vízesés is van, de hát nem állunk meg mindegyiknél, most egy kicsit belehúztunk. Pár perce most megállunk, videót készítünk és megyünk is tovább. Most amúgy úton vagyunk a Smoke Cave-től. Következő, hát azt hiszem egy vízeséshez megyünk, ha megtaláljuk. Nagyon sok úticél be van írva már. Úgyhogy a következő helyszínről jelentkezünk, haddig nem történik semmi. Számomra még mindig hihetetlen, hogy ez a lakóautó volt az otthonunk körülbelül 8 napig. Szerettük minden előnyével és hátrányával együtt. Most pedig egy kis ízelítőt láthatok abból, hogy mi mit láttunk a Skót felföldön, hogy minden egyes kanyar után egy-egy csoda tárult elénk. Megálltunk ennél a szép kilátónál. Jövünk, és egyfolytában csak tavakat, hegyeket látunk. És itt nem csak a kilátó volt itt a lényeg, a látványpont, hanem ki volt írva, hogy takeaway pizza, úgyhogy... Ez sokat nyomott alatba a megállás. Zoli abban a pillanatban nyomta a féket, és már az index kirak, és jöttünk is. Na megnézzük, mit lehet ott kapni. Amúgy hol vagyunk? Valahol. A Skót felföldön. Hát nem tudom, nézzük meg, hogy... Addig nézzétek a hegyeket, amíg Zoli kikeresi. Ez semmi nincs itt. Valahol és a túlig. Na mindegy, itt vagyunk a Skót felföldön. Két kisváros között való félúton, de közel távol nincs. Mivel nem tetszett a kínálat, ezért folytattuk útunkat a következő úti célunkig, ami egy vízesés volt. Annyit előre elárulhatok, hogy letértünk az útunkról, és a véletlennek köszönhetően be nem tervezett helyeket is felfedeztünk magunknak. Nagyon tetszett, erről a következő részben lesz szó,
Remélem tetszett ez a videó is, ha igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot, iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg. Ha az egyes helyekről bővebb információ érdekel, akkor kövess minket a Facebookon is, ahol képeket osztunk meg, és rövid sztorikat, információkat arról, hogy éppen hol jártunk. A TikTokon és az Instagramon is megtalálhattok minket, ott angol nyelven követhetitek az utunkat. Az összes linket megtaláljátok a videó leírásában. Remélem, a következő részben is velünk tartotok, addig is, sziasztok!